Egyre nagyobb a botrány az MSZP közelgő kongresszusa előtt. A jelenlegi elnök Tóth Bertalan legesélyesebb kihívója, Mesterházy Attila bejelentette, nem indul el a tisztújításon, mert szerinte ellehetetlenítették. A kialakult helyzetről Tóth Bertalant kérdezzük. Jó estét kívánok, elnök úr. Van egy olvasata a Mesterházy Attila féle érzületnek, ami érthető. Ugye van egy szabályrendszer, ő úgy gondolja, hogy ezt most az utolsó pillanatban felrúgták. Tehát Szekeres Imre elmondta, hogy ez a szabályrendszer nem egy frissében kitalált szabályrendszer, még ha nem is alkalmazták eddig, de a lehetőség eddig is kínálkozott. És Mesterházy Attila úgy érzi, hogy ezt most személyre szabták, ellene készült mindaz, ami az elmúlt hetekben történt, a Pest megyei szervezet feloszlatásától, az alapszervezetek megszüntetésétől, egészen mostanáig a választási módosításig. Mit válaszol ön erre? 30 éve szerepel az MSZP alapszabályában a háromféle döntéshozatali mód, ugye egyrészt a többségi szavazás, a zárt listás szavazás és a rangsorolásos szavazás, és ez nem első az MSZP történetéből zárt listás szavazás fog majd alkalmazni a kongresszus, hiszen az országgyűlési képviselőválasztásokra az országos listákat zárt listán fogadta el a kongresszus, tehát ott már módosítás nem lehetett eszközölni, az európai parlamenti képviselőjelölt választásnál is zárt lista volt, tehát ez a szabályrendszer ismert volt. A választmány, amikor összehívta a kongresszus, nem döntött arról, hogy melyik szavazási módot választja. Ugye elrendeltük az online kongresszust, a jelölő bizottság, ami ugyancsak a megyék képviselőiből áll, ők döntöttek úgy, hogy ezt a szavazási módot választják. És mennyire volt egységes az a döntés? 12 megye volt, aki a fővárossal együtt emellett szavazott. Ha jól tudom, talán 2 megye nemmel és 3 tartózkodott. Tehát nagy többségében a megyék ezt a döntést hozták meg. És kellő időt adtak a társelnök jelölteknek, több mint 3 napot, hogy ezt a listát bemutassák, csapatot hirdessenek. Élőbizottság azt javasolta a társelnököknek, hogy csapattal érkezzenek majd a kongresszus elé. Hétfőmi Ágival, Hohalmi Ágnessel ezt összeállítottuk, benyújtottuk, a többi társelnök jelölt nem ért ezzel a lehetőséggel. Az egyik női társelnök jelölt beterjesztett egy listát, de ott a jelölteknek nyilatkozni kell arról, hogy vállalják-e, ezt többen nem vállalták, így ő nem tudott listát állítani, tehát Ágén kívül más listát nem állított, tehát más csapatot nem hirdetett. Gyakorlatilag kihirdethetjük, hogy ön az MSZP elnöke a következő időszakban. Kongresszus, ugye... A kongresszusnak nem lesz választási lehetősége, maximum azt mondhatja, hogy tartózkodom, vagy nem lesz szavazok, de nincs más jelölt. Csak a jelölő bizottság javaslatot tesz a kongresszusnak, tehát a kongresszus fogadja el majd a teljes ügyrendet, és a kongresszus fog dönteni majd a zárt listáról. Ugye nem csak elnökséget választ a kongresszus, hanem választmányi elnököt, több testületnek a vezetőjét, több testületet. Ugye eleve az online kongresszussal indokolta a jelölőbizottság ezt a döntést, mert ugye egyrészt fontos a tisztújításnak a menete, egy több fordulós szavazása az, amit most nem kell megtenni a kongresszusnak, de szavazni fogunk az MSZP stratégiájáról, ami talán legalább ennyire fontos, hogy mit teszünk és milyen keretet szab a kongresszus a következő vezetésnek, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, és abban az MSZP stabil partnerként részt vegyen majd az együttműködésben. Itt küzdök közben egy muslicával, látják a nézők, hogy hadonászok, az nem önnek szól. Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, hát gyakorlatilag akkor mondjuk ki, hogy önök lesznek az MSZP társelnökei nagy valószínűséggel a közeljövőben. Nincs önben egy kis rossz érzés, hogy ez most így alakult, és ugye nagyon erőteljes megjegyzéseket kap az MSZP a demokrácia felfogásáról, az átláthatóságáról, amiről mindig beszél. Holnap tüntetést hirdettek MSZP-s alapszervezetek vagy megyei szervezetek a Villányi úti székház elé, amennyire ez a hír igaz lehet, majd kiderül, hogy az lesz-e. Szóval hogy azért itt olyan dolgok történnek, amik egy demokratikus pártnál nem néznek ki jól. A demokratikus pártnak vannak szabályai. Ezek a szabályok, ahogy mondtam, eddig is ismertek. Azokat nem illik az utolsó pillanatban megváltoztatni. Nem lettek megváltoztatva, mert hogy most is benne vannak az alapszabályban. Nem illik egy olyan szabályhoz nyúlni, ami erről eddig nem volt szó. Nézze, a jelölőbizottság, a megyék többsége azt kérte a társelnököktől, hogy állítsanak csapatot. Ki lesz az a csapat? Jó, ezt értem. Ezt értem. Önnek volt csapat, amikor valami Ágnesnek. Így van. És erre az Attila meg erre nem számított. Én
ahogy mondtam, kellő idő volt, tehát több mint 3 nap volt arra, ráadásul körülbelül 40-50 jelölt volt, aki átment a szűrőn, velük is lehetett volna csapatot állítani. A mi csapatunkban fővárosi főpolgármester, helyettes polgármester, kistelepülési polgármester, a nőtagozat elnöke, tehát igyekeztünk egy olyan csapatot összehozni, amelyik lefedi az országot, rétegpolitikát képvisel. Tehát nem válaszolt a kérdésemre, elnök úr. Nincs rossz érzése a dolgok folyása miatt? Igen, tudomásul vettük a jelölőbizottságnak a döntését, e szerint jártunk el, benyújtottuk a listát, meghirdettük a csapatot. Ez minden társelnök jelöltnek lehetőség volt. Volt rá idő, hogy ezt megtegyék, ők nem értek ezzel a lehetőséggel, mi igen, úgyhogy egyértelmű válaszom nincs. Milyen lesz az MSZP? Egy együttműködő, a többi párt felé nyitott MSZP, vagy egy magába forduló, önmagát újraépítő párt? Azt gondolom, az elmúlt 2 év azért azt bizonyította, hogy az MSZP mindig motorja volt az együttműködésnek, az önkormányzati választásoknál pedig bizonyítottuk azt, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy együtt, közösen összefogva az ellenzéki pártokat, motorként segítsük ezt a folyamatot. Nem véletlen, hogy az MSZP-nek van a legtöbb önkormányzati képviselője, a legtöbb polgármestere. Mi ezt a lehetőséget arra fogjuk majd használni, hogy a 22-es kormányváltás esetén is ezt a motorszerepet betöltsük, stabil partnerei kívánunk lenni az ellenzéki pártunknak, és azt szeretnénk, hogy 2022 után az MSZP stabil koalíciós partnere legyen majd az új kormánynak. Mesterházi Attila hajdanában azzal érvelt a saját jelölése mellett, hogy 5-ször akkora volt a támogatottsága az ő idején az MSZP-nek, mint amekkora most. Nyilván ön sem elégedett a mostani állapottal. Ez ügyben mit akar és mit lehet tenni? Soha nem lett elégedett egy pártvezetője a népszerűségi mutatókkal, ezt mindig növelni kell, de azért az elmúlt 10 évben volt 3 Fidesz 2/3. Én nagyon nem szeretném a következő elnöki ciklusomban azt az eseményt, hogy ez újra bekövetkezzen. Győzelemre készülünk, győzni szeretnénk együtt az ellenzéki pártokkal. Mesterházi Attilának nyújt béke jobbot, miközben ő úgy tűnik meglehetős sértettséggel áll most a kongresszus előtt, bár hozzátette, hogy aláveti magát a helyzetnek. Attila frakción belül is a külügyeket vitte, külügyi bizottságban a NATO parlamenti közgyűlés elnöke, erre az MSZP frakciója delegálta ebbe a parlamenti közgyűlésbe. Ebben a tekintetben soha nem volt közöttünk nézeteltérés. Frakció tagként, képviselőként én azt gondolom, hogy tovább folytatjuk a munkát, és nagyon szeretném, hogy ő is teljes hittel és meggyőződéssel segíteni fogja majd a kormányváltást, amit mindannyian szeretnénk. Kongresszus után nyilván találkozunk, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.